Ezen a rendőrségi felvételen látható az a repülőgép, amelyen 11 illegális bevándorló érkezett az országba. Január közepén egy szabadnapos rendőr értesítette a kollégáit, hogy egy alacsonyan szálló repülőgépet látott. Egy mezőgazdasági területen találták meg az ukrán gépet, addigra a pilóta és az utasok már elmenekültek. Emiatt most légi járőrszolgálat működik a térségben. 2018. január 15-én az esti órákban egy A2-es repülőgép szállt a településnek a külterületén, és fedélzetén illegális bevándorlók voltak. Ezt követően a településen élőknek a nyugalmát ez mindenképpen megzavarta, felbojdult a kedély állapot, országos médiában is benne voltunk egy jó pár napon keresztül, és ezt követően a környező polgármesterekkel egyeztetve a térség országgyűlési képviselőjéhez fordultunk, és ő rajta keresztül a magyar kormány, a belügyminisztérium a rendőrségen keresztül árandó rendőri szolgálatot a levegőben biztosít a térségben. Belica László hozzátette, az elmúlt időszakban azt tapasztalták, hogy már nem csak a déli határnál, hanem a keletinél is elindult egy migrációs hullám, ezért is örülnek a BM járőröző gépének. Nyugtalanság volt a térségünkben, tartunk az A2-es gép újbóli megjelenésétől, annak ellenére, hogy ezt a gépet a rendőrség lefoglalta, de hát úgy hallottuk, hogy több ilyen gép behatolt már a magyar légtérbe. Én úgy gondolom, hogy a légi járőrözéssel egy kicsit meg tudjuk nyugtatni a lakosságot, mert hogy számunkra Magyarország az első, és szeretnénk a magyar polgárokat biztonságban tudni. A helyiek szerdán délután 4 óra körül láthatták a járőröző helikoptert.